Hát szeretettel köszöntök mindenkit, most innen a pincéből, a Dugi élelmiszerraktárból ugye. Helyzet az, hogy a héten felszedtem a paprikát a kertből, mert most nálunk gyakorlatilag lassan egy teljes hónapja folyamatosan szakad az eső, most is szakad az eső egyébként. És már csak sínylődtek a kertben a szabadtéri paprikák, de ha már hozzáfogtam, akkor végén már a fóliából is kiszedtem, hogy egy kicsit rendbe lakjam a dolgokat. Aztán most lemondjuk itt a pincébe, kicsit vacak a fényviszony, de miért jöttem ide le, mit mutassak meg? Hát ugye itt láthatók azok a babok, amiket elraktunk, meg mutattam videóba, ugye körte, birsalma, barack, mindenféle finomság. Na de a legújabbak, azok itt vannak. Ezek azok, kérem szépen. Ez a megmaradt zöld paprikám. Látszik, hogy 1, 2, 3, 4, 5 üveg van. Ez mindaz. Ezek azok a zöld paprikák, hát volt benne 1-2, amelyik már azért pirosodott, tehát látszik a színén, de kevés. 90%-ban teljesen zöld paprika. Amit elraktam télire, ezt ételízesítőnek így szoktam elhasználni. Ez úgy működik, hogy a paprikát ugye leszedem, mikor kiszedem a kertből a zölden maradt paprikát. Na most tudni kell, hogy a paprika utóérő, tehát hogyha olyan helyen tartjuk, akkor ő még bepirosodik. Igen ám, de csak akkor, hogyha már valamennyire elkezdett. Tehát már meg kell legyen egy kicsit indulva a beérés folyamata, a pirosodás folyamata ahhoz, hogy teljesen bepirosodjon, beérjen a paprika. Na most, ha ez nem adott, akkor én azt szoktam csinálni, hogy fogom, és egész egyszerűen egy húsdarálón ledarálom, a középső lukú rácson. Tehát a húsdarálón ledarálom, megmérem a súlyát, ugye, a kicsomázott, ledarált paprikának, és 3% sót keverek hozzá. Tehát a paprika súlyához képest 3%-nyi súlyarányban. Nagyon fontos, hogy jódozatlan konyhasót, tehát teljesen jódozatlan konyhasót. Ezt belekeverem, jó alaposan összekeverem vele, majd üvegbe töltöm. Ez semmiféle hőkezelést vagy tartósítót nem kell kapjon, és ezt ebben a formába pörköltek alá, vagy minden pörkölt alapú kaja alá lehet tenni, akár levesekbe, tehát lényegében, mint ételízesítőt lehet egész télen használni. És nagyon-nagyon jól beválik. Na most, a csíplős paprikákat, amik nem szoktak beérni, azzal mást szoktam csinálni. Azt is meg tudom mutatni. Azt ugye levágom a tövet teljesen, majd ugye rajta hagyva a paprikákat, az egész paprika tövet fejjel lefele felakkatom egy melegebb helyre. Mondjuk idén például egy ilyen tövet gondoltam, hogy még beérlelek, ez konkrétan egy csilitő, rengeteg csili beérett rajta, nem kell félreérteni, leszedtem, be is válok ide egy képet, megmutatom, hogy néztek ki. Na szóval látjuk, hogy azért nagyon sok csili beérett, oké, de még szerettem volna néhányat beérlelni, és akkor azt a tövet ugye levágtam, fejjel lefele felakasztottam. Én bevittem a fóliába, mert ott nem esik az eső, és melegebb is van, és gyakorlatilag úgy érlelem. Közben itt a szomszéd kutyuskája, itt a pince ablaknál nyafog nekem. No, megmutatom azt is, és az ilyen kiakasztott, be nem érett paprika tövek aztán teljesen be fogják érlelni a csilit vagy csipős paprikát, méghozzá nagyon hamar, egyébként körülbelül 3 nap alatt. Na most én, mivel pont 3 napja akasztottam ki, most megmutatom azt, hogy milyen volt, amikor kiakasztottam, és utána megnézzük együtt, hogy milyen ma, 3 nappal később. Na, már megint szakad az eső. Igen, hát elfelejtettem mondani, hogy egy másik része is van a paprikának. Azzal a feleségem kezdett valamit, na hát azt is megmutatom. A másik részéből a zöld paprikának egy kis frissen készített, töltött paprika is lett, és akkor megmutatom most már tényleg, hogy mi van a harmadik részével. Na és akkor itt ebbe a szakadó esőbe kijöttem a fóliához. Ugye ide akasztottam fel, pontosan 3 nappal ezelőtt egy chili tövet, fejjel lefele, de a fólia felső csövezetéhez. Megmutatom, hogy nézett ki pontosan 3 nappal ezelőtt. No, kivágtam a paprikát, felkötöttem, és akkor rá fogunk nézni pár nap múlva, kb. 3 nap múlva, hogy milyen. És akkor megmutatom, hogy néz ki most. Tehát látjuk, 3 nappal később levelek kicsit meg vannak fonnyadva, de az összes csili elkezdett beérni. És amelyiken már így egy picit megindul a szín, az már teljesen be is fog érni, még akkor is, hogyha leszedném a tőről. Tehát látjuk, hogy
mindenhol gyönyörűen érnek be a csilik. Tehát ez a helyzet, ez simán csak fel van oda aggatva, és akkor így lehet egy ilyen esővédett helyen nagyon-nagyon gyorsan beérlelni az olyan paprikákat, ami még nem kezdett el egyáltalán beérni. Például ezt most, ha leszedném, ez már egy kicsit látszik, hogy színesedik, látjuk, ez már a konyhapulton is besárgulna. De például egy ilyet, mint ez, amelyik teljesen zöld, ez már nehezebben, vagy nem mindegyik. Viszont így felakasztva, hogy abszolút mindegyik be fog érni. Na hát ezt az apróságot szerettem volna megmutatni, ezt szoktam csinálni a be nem érett paprikákkal, hogy az édes paprikákból ezt a sós eltevés nagyon jó pörkölt alapnak, és akkor a csípőseket meg így szoktam úgymond gyorsan kényszer érleltetni. Így tényleg egy, hát szerintem 3 nap alatt ugye már itt a fele be van indulva, úgyhogy szerintem 1 hét alatt gyakorlatilag le is fogom tudni szedni az összes már nagyobb méretű paprikát róla. Ez itt a kis Karolina réperek, látszik a kis kaszája. No, hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, ennyi lett volna. Kellemes estét, viszlát!